Per Christian Jersild, A gyermekek szigete, 49. fejezet. Réni Nóra mellett feküdt az ágyban, és szorosan hozzá simult. Vasárnap este volt, Nórának holnap korán kell kelnie. Réni rettentő fáradt volt, de nem szabad elaludnia. Miért rosszabb 10 embert megölni? Miért rosszabb megölni 10-et, mint egyet? Mármint, ha az ember nem is ismeri őket, úgy értem. Nem egészen értelek, mondta Nóra álmosan, és egy kicsit elhúzódott tőle. Még mindig rekordhőség uralkodott. Hát, mert az ember úgyis csak a saját halálát érzi, a másét nem. Mások halála miatt az ember nem szenved, legalábbis ha nincs ott, vagy ha nem is ismeri őket, vagy ha meg se tudja, hogy meghaltak. Az egyik ember nem szenvedhet a másik helyett. Nem, talán nem. Hát akkor miért rosszabb, ha 100-an halnak meg, mint a csak 5-en? Többen gyászolnak. Mit számít az? Mindenki csak azt gyászolja, akit ismert, a többi 99-et nem. Nóra ásított, és akkorát nyújtózkodott, hogy beleroppantak a tagjai. Nem beszélnéd meg ezt inkább Teóval? Az ilyen dolgok az ő specialitásai. Réni úgy döntött, hogy most már hagyja Nórát elaludni. Az órára nézett. Hamarosan ideje, hogy útnak induljon. De azért nem egészen értette ezt az ügyet a halállal, meg az emberek szenvedésével. Ha önmaga számára mindenki egy egész világ, akkor az ember halála épp olyan katasztrófa, mintha az egész világ darabokra hullik. Pontosan az lenne a megoldás a világ valamennyi bajára. Micsoda szerencse lenne, ha valamilyen tévedésből az összes atomfegyver egyszerre egyidejűleg felrobbanna. Még csak annyi idő sem volna, hogy az ember felfogja, mi történik. Egy pillanat alatt fehér hamu felhővé változna minden. Aki halott, az nem lehet boldogtalan. Boldog sem, persze, aki halott, az nem érez semmit. És mint hogy a halottak semmit sem éreznek, nem is bánhatnak meg semmit. Nem kívánkozhatnak vissza az életbe, és nem vágyódnak senki után többé. Ha minden bomba egyszerre felrobbanna, akkor gyász sem volna, mert nem maradna senki, aki gyászolhatna. Zseniális! Egy csapásra minden kérdés megoldódik. Az emberiség érdekében valakinek magára kellene vállalnia ezt a feladatot. Nagy áldozattal járna, az ember ugyanis nem lehetne híres e szolgálata révén, hiszen nem lesz, aki ünnepelje. Sőt, a saját életét is kioltja így. Micsoda hatalmas, önzetlen feladat! Csak kissé jobbnak kellene lenni a matekból, hogy azután természettudományos pályára léphessen az ember. Emellett Réni nem is óhajt visszamenni az iskolába. De hát talán mégis rákényszerül azért, hogy tovább képezze magát, és később megtehesse az emberiségnek a legeslegnagyobb szolgálatot. Tratatata bang! Néhány perc múlva Réni kint állt a folyosón, kezében a két szatyor itallal. Gyerekjátéknál is könnyebb volt az üvegeket kihozni a partra. Úgy tűnt, mintha az egész vámhivatal szabadságon lenne. Réni fejében megfordult a gondolat, hogy a lakkát esetleg megtartja, és jól leissza magát vele. Azt mutatná, hogy az üveget elejtette az utcán. De nem érné meg, semmit sem szabad kockáztatni a táskája ellenében. A többi között a puma táskában van a kis, fekete füzet is, amelyben titkos írásával a tapasztalatait tárolja. Teó lakása felől semmi nesz nem hallatszott. Réni meglepulva súrant el az ajtók mellett, a szatyrokat szorosan a combjához tapasztva, nehogy az üveget megcsörrenjenek. Szatyraival sem Teó, sem Nóra nem törődött. Teó ugyan megkérdezte Rénit, hol hagyta el a táskáját, de Réni azt felelte, hogy nem hozta magával az állandi útra. Ez volt az egész. Réni nem tudta megállni, hogy a kémlelőjükon keresztül ne vessen egy pillantást Teó világegyetemébe. Még szerencse, hogy a világegyetemet annyival nehezebb felépíteni, mint szétrombolni. Különben percenként jöhetne valaki, és megjátszhatná, hogy ő az Isten. Rémületes zűrzavar lenne, vagy talán a vaktyúk is talál szemet, a piciny égők csillogtak odabenn, az üvegpálcikák gyöngéden ingadozva járták finom táncokat. Meg lehet, a hőmérséklettel van a baj. Teó mindig csak arról beszél, hogy kiszivattyúzza a levegőt a szobából, de vajon a hőmérsékletre gondolta? Néhány fűtőtest biztosan nem ártana. Réni kint állt az utcán, a Norlenzgatanon. A szatyrok súlyosak voltak, már vágták a tenyerét. Nincs az a dörzsölt hapsi,
aki itt két szatyor piával végig merne menni, pláne, ha még körözik is az embert. Nóra figyelmeztette is, azt mondta, hogy ebben a negyedben rengeteg a prostitúció. Mit jelent ez? Valami elvetemültséget persze, kábítószerkereskedést vagy ilyesmit. 9 óra után az anyja még Sollentuna centrumába sem engedi be Rénit. Nevetséges, mi Sollentuna centruma Stighez képest. Réni úgy határozott, hogy taxiba ül. Megengedheti magának. Még majdnem 70 koronája van abból a pénzből, amit az anyjától megcsapott. Megcsapta? És a saját gyerekpótléka megkapta-e valaha is? Soha. Akadnak gyerekek, akiknek a bankszámlájukra fizetik be az utánuk járó pótlékot. Hát az ő anyja elveszi a háztartásra. Szép dolog, aljasság, és ehhez még külön juttatást kap, meg lakbérjárulékot. Egy túróval tartozik az anyjának, ha jobban meggondolja. Amióta Réni a világon van, az anyja mindig csak kihasználta. Ezernyi előnyt szerzett magának Réni révén. Tovább képzést, nagyobb lakást. És mit kapott ezért ő, Réni? Egy rohadt életet, és még apja sincsen. Jó, ez még elmenne, hát ha az apja valami tökfej. Márpedig ez nagyon is valószínű, különben miért szeretett volna bele az anyjába? Ilyen hülye, csak egy hülye lehet. Végre egy szabad taxi, dízeles ugyan, Réni mégis leintette. Ilyen késő este az ember ne legyen pitiáner. A kocsi megállt, és kiszállt a sofőr. Nő volt, elég fiatal, de nagyon kövér. Van pénzed? Kérdezte. Réni megmutatta neki az egész vagyonát. Szolnáig az út nem kerülhet többe 20 koronánál. A néni elégedettnek látszott. Réni beszállhatott. Az üvegekkel teli szatyrokat elhelyezte az ülésen. Elindultak. Réni előrehajolva ült a helyén, homloka csak nem érintette a golyóálló szélvédő üveget. Hogy megy az üzlet? A néni vihogott. Egész jól vezetett, fölöslegesen nem kockáztatott, de nem is engedte, hogy megelőzzék. Réni gyakran kívánta, hogy nekik is legyen autójuk, mint más családoknak. Ám ilyenkor az jutott eszébe, akkor az anyjának kellene vezetnie. Már is rosszul lett, még a szemét is lehúnyta. Nem, ez még gondolatnak is elképzelhetetlen. Észrevetted már a fehér nyuszimat? Kérdezte a néni, és lemutatott a két ülés közé, ahol egy papírdoboz volt a földön. Réni lenézett. Nem sok látnivaló akadt. Egy salátalevél, egy újságlap, talán még 2 rózsaszín fül, de azok endívia levelek is lehetnének. Egy farkaskutyának jobb hasznát vennéd, ha valaki megtámadna. Mindig magammal hozom a nyulamat, nehogy belebotoljon a férjem, műlába van. Az előbbi nyulamra rálépett és agyon taposta, nem érzi, hogy mire lép. Rettentően oda volt. A férjem is ugyanúgy szereti a nyulakat, mint én. Ezt itt Miminek hívják. Ugyanúgy, mint Mickey Mouse feleségét? Hát, az lehetséges. A Sveavägenen hajtottak, és Réni megpróbálta gyorsan megnézni, hogy a városi könyvtár előtt ott áll-e még a lopott kerékpár. Ám a forgalmi lámpa zöldet mutatott, Réni semmit sem láthatott. Folytatták útjukat, megkerülték Sveaplant, átmentek Nortullon, el az északi temető mellett, és már egyenesen Solna centrumának tartottak. A jobbkéz felől emelkedő hegyeken óriási házak ragyogtak az augusztusi éjszakában. Adventi csillagok-e vagy lampionok? Réni, a nagy sárga, Renault cégérig vitette magát a taxin. Már messziről megpillantotta a fiúkat. A föld alatti parkoló bejáratánál álltak és dohányoztak. Isten hozott tetűtojás! 10 perccel múlt 11. Réni oda nyújtotta nekik a szatyrokat, de nem vették át, a pumatáskáját sem látta náluk. Tetűtojás, ne állj itt úgy, mint egy nagykereskedő, képzeld el, ha most felbukkannának a hekusok. A parkolóház egyik oldalajtajához mentek, Dick álkulcsot vett elő. Ment minden, mint a karikacsapás, leereszkedtek a meredek aszfaltúton, új autók szaga érződött mindenfelé, milyen pompás illat. Elmentek egy javítóműhely, néhány ott parkoló autó, meg egy raktár mellett. A raktár mögött új autók hosszú sora, csupa Renault 12-es kombi. Valamennyit vastag, fehér zsiradék borította. Dick kinyitotta az egyik kombi hátsó ajtaját, és Henryvel meg a halállal beültek a hátsó ülésre. Rénének az első ülésen kellett helyet foglalnia egyedül. Talán elhajtanak majd? Dick gondosan átvizsgálta a szatyrokban lévő üvegeket. Úgy látszott, mindent rendben talált. A pumatáska a kocsi csomagtartójában volt.
Most elővették, kinyitották, és mindenhol, mint megmutattak Réninek darabonként. Jockot, a jegyzetfüzetet, a tűzijáték egyes darabjait, a rekordok könyvét. Azóta már újabb kiadás is megjelent, mondta Dick. Már rég elavult eredményeket hurcolsz magaddal. Réni sorjában átvette a holmiait, végezetül az üres táskát is, amelybe azután újra mindent belerakott. Először a lakkát kóstoljuk meg, mondta a halál. Az üveg körbejárt, még félig ki nem ürült. Réni az itókát pompásnak találta, olyan íze volt, akár a folyékony édes málna dzsem lenne. Förtelmes lőre, mondta Henry. Ennél csak egy rosszabbat ismerek, a tojáslikört. Annak olyan íze van, mint a hajsamponnak. Dick kinyitotta a Finlandia vodkát, és óvatosan felöntötte vele a málna likört. Hosszan rázogatta az üveget, amely aztán ismét kézről kézre járt. Réninek cigány útra ment. Az alkohol íze most sokkal erősebben érződött, mint az előbb. Abból vette észre, hogy berúgott, hogy mindent oly magától értetődően rendjén levőnek talált. Réni sebezhetetlen volt, még azt is megkockáztatta, hogy beszéljen. És hogy sikerült nektek, srácok? Kijutottatok a partra? Nem, még mindig a hajón vagyunk, amit látod, mondta Henry. Réni halsányan felnevetett, ez tényleg illik a helyzetükhöz. Még mindig a hajón vannak, egy alapos gonddal bezsírozott kétéltű autóban ülnek, amely mindjárt elindul velük le a kanálisba, hogy az állandi rakparton azután ismét a felszínre bukkanjon, és elszáguljon a szigetek felé. Őrültem, Muris. No és te, tetű tojás, mondta a halál. Megint megkefélted azt a Nórát? Hogy is van az, amikor bevered neki? A három másik fiú rekedten nevetett. Honnan tudnak Nóráról? Fecseget nekik valamit a hajón? Bizonyára, csak hát Réni most már nem emlékezett rám. A háremethez tartozik a csaj, mi? Motyogta Henry. A nővel minden a legnagyobb rendben van, mondta Réni. Nagyon belevaló csaj. Hát akkor mesélj, tetű tojás. Hármasban szoktatok kefélni. Az a vénember, Nóra meg te. Tetű tojás, a szoknya pecér. Ez most Dick volt. Dick egyébként csendesen szokott viselkedni. Ma este azonban alaposan felöntött a garatra. Mivel kezdték vajon? Ragasztóval? Hasissal? Sörrel? Tök mindegy. Barátok közt lenni pompás dolog. Hát világos, mondta Réni. Egész éjjel csináljuk, de nem Teóval, az öreg bemegy a szobájába aludni. Akkor aztán szabadok vagyunk, Nóra meg én. Na és hogyan csináljátok, tetű tojás? Hogy hogyan? Igen, hogyan? Hát ahogy szokták, ki meg be. A másik három fiú rikácsolva felnevetett, aztán körbeadták az üveget. Réninek ezúttal egy kort sem maradt. És hogy néz ki az a Nóra, amikor élvez? Kérdezte a halál. Hát, mint általában, ő sem más, mint a többi lány. Szartojás, banánnal csinálod, mi? A déli banánoddal. A majom lemond a banánjáról, és beveri a majom asszonyának. Bum! Réni dühös lett, de erőt vett magán. Ezek itt semmit sem értenek, de se baj, nem számít. Nem különbek ők az állatoknál, rohadtól vagyok. Szintiszta könyörületesség lenne a részéről, ha megfojtaná őket. Nesze tetű tojás, mondta Dick. Most jön a vodka. Valaki megragadta a fejét, csak a kalap le ne essen, hátra szorította, és pálinkát öntött az arcába. Réni nyelte, nyelte, de a legnagyobb része cigány útra ment, és köhögnie kellett. Elengedték, hogy kiköhöghesse magát. Dick meg a halál cigarillóra gyújtott. – Na, te kerti törpe! – mondta Henry. – Van még valami meséd a számunkra? – Nem hiszitek el, hogy én lefektettem azt az átkozott Nórát? Mérget vehettek rá! Ezúttal nem nevettek. Dick és a halál egyenesen Réni arcába fújták a füstöt. Henry úgy tett, mintha a kocsi tetejét bámulná. Réni megijedt kissé, de az üveg ismét körbejárt, és ez minden kételjét eloszlatta. Réni D'Artagnan lovag, aki barátaival, Athosszal, Porthosszal és Aramisszal, az igaz ügy nemes védelmezőivel ül együtt. Tudod, te mi vagy? Kérdezte Dick. Rohadt úri fiú. Akinek fogalma sincs semmiről, egészítette ki Henry, és levette tekintetét a kocsi tetejéről. Úri fiú! Ő, Réni Larson, úri fiú! Ő, aki az anyjával él, és az anyja is csak pótlékokból és szociális juttatásokból tartja fenn magát. Ő, úri fiú! Hiszen még autójuk sincsen, és nem is a családi házukban laknak, hanem... Disznó polgár! Tette hozzá a halál vészterhesen, miközben az ülés támláján eloltotta a szivarját, közvetlenül Réni válla mellett. Ez hülyeség!
mondta Réni, hiszen meglógtam hazúról, és nincs gazdag papám, mint ahogy úgy látszik. Hiszitek, szóval egyáltalán nem stimmel. Úri fiúka, mondta Dick higgadtan. Hogy-hogy, talán azt hiszitek, hogy egy magamfajtát még sosem kaptak el a zsernyákok? Hogy egy ilyen srác, mint én, még sosem lopott, sosem tört be, és... Szóval téged elkaptak már a zsernyákok, te tűtojás. És miért? Tilos parkírozásért? A mama kedvence meglép hazúról, mondta a halál. Már csak puszta jó szívűségből is fel kell jelentenünk az ifjúságvédelmi hivatalnál, mielőtt még rossz társaságba keverednél. Dick és Henry soká vihogtak ezen, aztán megint körbeadták a vodkás üveget. Rénit ez alkalommal nem kínálták vele. Van dohányod, tetű tojás? Csak egy kis apróm. Pontosabban, légy szíves. 58 korona, 57 őre. Ragd a sapkádba is, ide vele! Réni előhalászta a gyűrött bankjegyeket, és hátra nyújtotta. Azt mondtam, ragd a sapkádba! Miért hiszitek rólam, hogy úri fiú vagyok? Milyen bizonyítékaitok vannak? A fene egye meg! Hogy milyenek? Az élet tényeit, tetű tojás. Ide a sapkádat! Mik azok a tények, amiket látunk? Meghallunk! Ide a sapkádat! A halál hirtelen lerántotta Réni fejéről a kalapját, és elé tartotta, hogy belerakja a pénzét. Bal kezével Réni automatikusan végig simított a koponyáján. A felső osztályú frizurája, le vagy leplezve tetű tojás, ezen az őszen a rövid hajadivat, a borotva hajvágás. A halál beleöklözött a jobb kezével, a bankok szerte szétrepültek, az apró záporesőként kopogott az első ülésen. Mindhárman előre vetették magukat, rácsaptak a pénzre. Dicknek jutott a legtöbb, a másik kettő egyetlen fillért sem mert elhalászni előle. Mikor utaztok megint Islandra? Kérdezte Réni. Islandra? Most lelépünk, mondta Dick. Mindjárt jönnek az éjjeli őrök. Mindnyájan kimásztak a kocsiból, Réni is. Kalapját most a halál viselte, alól a vállig lógott a haja. Emberek, a pia! Üvöltött fel Henry. Réninek adták ki a parancsot, hogy szedje össze a kocsiban lévő üvegeket. Az autó belseje sötét volt, egy fél literes bugykost Réninek sikerült titkon a táskájába csempésznie. Viszki volt benne. Ahhoz a rakományhoz tartozott hát, amit Dickék hoztak ki a partra. Réni a hátsójával kikászálódott a kocsiból, és átadta nekik a többi üveget. Végig szaladtak a csupasz gránit kövekkel burkolt folyosón, melynek kiáratát egy vasajtó zárta le. Dicknek ehhez is volt kulcsa. Lősztában az ember megtanulja, hogyan kell kinyitni az ajtókat, mondta Dick, csak nem nyájasan. A nevelőintézetben. Ott te még nem jártál, tetű tojás, és nem is fogsz, mert te úri fiúka vagy. Lefutottak egy nyers deszkalépcsőn, amely meghajlott a súlyuk alatt, és egyszerre csak két pár sín előtt álltak. Hol az ördögben lehetnek? Hát akkor, szia Réni Larson, mondta Dick. Ha itt tovább mész, a Szolna városközponti új metróállomáshoz érsz. Mi felszívódunk a városban, semmi értelme, hogy velünk gyere. Te csak szart kevernél nekünk, tetű tojás, mondta Henry. Mi most teszünk egy kis sétakocsikázást. Tudod, miért hívják őt halálnak? Kérdezte, és hátba vágta a halált. Azért, mert Hammarby-től két kocsik között utazott a végállomásig a metrón. Volt neki egy haverja, aki leesett, aztán ő lépett a helyébe. Réni megállt az alagútban, és nézte, hogy a három fiú eltűnik, kezükben lóbálva szatyraikat. Henry a mesztelen hóna alá rakta üreges tegyerét, és hirtelen rászorította a karját. Pompás, recsegő finkhang. A következő percben elnyelte őket a homály. A metrónak ez a szakasza még nem üzemelt. Magas fabakok álltak mindenfelé, a földön szerszámok és törmelék hevert. Csőállványokra szerelt fényszórók ontották fényüket. Réni elindult abba az irányba, amit Dick mutatott. Hiparkodnia kell, hogy hamar kikerüljön innen. Elvégre nem tudhatja, hogy a sínek nem állnak-e már áram alatt. 50. fejezet. Most meg kell halni, de nem szabad hányni. Most a fűbe kell harapni, de nem szabad. Milyen lesz azután? Fekete vagy fehér? Ha az ember már nem érez semmit, a szeme többé semmit sem lát, mit lát majd akkor? Feketét vagy fehéret? Szürkét? Milyen színe van a semminek? Most rímeket motyogni, de nem szabad zokogni. Most mindennek véget vetni, de nem szabad nevetni. A már csak nem teljesen készen álló Szolna városközponti metróállomás
Olyan vörös volt, mint egy gyulladt torok. Még szerencse, hogy Réni egy hátsó ajtón érkezett ide. A rendes út a mozgó lépcsőn vezetett, akárha az embert leköpnék ebbe a vége érhetetlen égővörös barlangba, a kiszögellő falak, folyosók és rejtek utak közé. Ha az ember átkel az egész folyosórendszeren, a túlsó oldalon kilökődik akár a nyúlszar. Réni egy halom ócska pokrócon hevert, amiket biztosan a robbantó csoport műszaki emberei felejtettek itt. A sárba rántottam Nórát, gondolta, a számra vettem a nevét, és ezzel mocskossá lett. Eladtam őt 3 korty vodkáért, ez sosem bocsátja meg nekem. De igen, megbocsátja, csak hogy én nem bocsátok meg neki. Nem bocsátom meg, hogy először olyan tiszta volt, még egy szőrszál sincs a testén. Aztán meg úgy bemocskolódott, meghengerkőzött, Dick, Henry meg a halál minden szennyes váladékában. Megbaszták mindhárman egyszerre. Most meg kell halni, de nem szabad hányni. A kőfalak nem mindenütt voltak vörösek. Amikor Réni valamelyest kiúzanodott, észrevette, hogy a fal aljára ráfestettek egy erdőt. Végtelen hosszúságú, sötét-zöld fenyőerdőt. Őszi erdőnek látszott, hidegnek, kietlennek. Réni lehúnyta a szemét. Hunyt szemmel világos zöld tölgyeseket látott a falon, ugrándozó nyulakkal, legelésző őzekkel. Aztán megint elnézte a vége láthatatlan fenyvest a falon. Ez Svédország, bozontos törpefenyők, meg egy gunnyasztó varjú. Más képek is akadtak még a fenyőerdő tisztásain. Egy magányos út, elhagyott benzinkút, falusi bolt, kis autótemető, odafenn a keresztútnál egy kenyérszállító kocsi. A távolban egy vegyi gyár, melynek kéményei szennyet okáttak. Elővette a fiúktól csortlapos viszkis üveget, lecsavarta a kupakját és a szájához illesztette. Nem, az ördögbe is. A szövet kupacon ingadozva felállt, és teljes erővel áthajította az üveget a peronon, a síneken, neki a fenyőerdőnek, és egy abban álló vörös házikónak. Megkeresztellek, gyermekek szigete! Üvöltötte, majd leült. Semmit sem hallott, se durranást, se csörömpörést, az üveg semmilyen hangot nem adott. Néma csend volt. Biztosan van valahol egy nagy ventilátor, amely a vízhangot és minden fölösleges zörejt beszippant, és az egész életet fehér porrá őrli. Réni ismét végig hevert a robbantási pokrócokon. Végre megérkeztem, gondolta, és elaludt. Amikor ismét felébredt, állt az órája, de a gyomrában érezte, hogy sokáig alhatott. Felült, immár nem volt egyedül. Egy faemelvényen overállos bácsi ült, és cégért pingált az erdőszéli falusi boltra. Valamivel távolabb két ember vajas kenyeret evett, lábukat a sínekre lógatva. Így hát nem lehet áram bennük. Réni összeszedte a holmiait, és lecsúszott a pokrócokról. Tel is tele volt ráragadt, szürkés-fehér vatta darabokkal. Vigye kánya, most először ennie kell valamit. Réni felballagott az álló mozgó lépcsőn. Senki nem szólította meg, nem tartóztatta fel, és kijutott Szolna város központjába. Esett. Réni megtorpant, mint aki megbénult. Eső áztatta a fejét, valódi eső. Végre 30 fok alá esett a hőmérséklet. Emberek siettek a pocsolyák közt, és nevettek, akár a gyerekek az első hó láttán. Sosem árt, ha az ember szerencsés. Pumatáskája legalján, az egyik tartalékzokniban 2 5-koronást talált. Hogy kerültek az okniba? Ő maga dugta bele őket, még a múlt nyáron, mielőtt a nagymamához utazott, és az oknikat aztán elrejtette a szekrény aljába. Azt akarta, hogy ne legyen teljesen üres a zsebe, ha majd a nagymamától hazajön. Végül is, gondolta akkor, lehet, hogy őt is eléri a megváltás, mint a nagymamát. Mit tesz az ember olyankor, ha meg van váltva? Hamut szór a fejére, és szétosztja minden földi javát. De hát a megváltás kiszámíthatatlan, néha egy frotír zokniból bukkan elő 2 5-koronás formájában. Az élet ismét rámosolygott. Réni vásárolt 2 csomag sósmogyorót, egy banánt, meg egy zingó limonádét. Aztán megnézte, mikor indul a busz Stockholmba. Remekül érezte magát. Az eső elállt, gőzölgött a föld. Talán el kellene menni fürödni, ilyenkor a legjobb, langyos esőben, vagy közvetlenül utána, amikor még minden csendes. Csak ne lenne ez az ostoba szorulása, szabályosabban kellene táplálkozni.
felszállt az autóbuszra, és a Szent Eriksplánig ment vele. Onnan már csak az Odengatanon kell leszaladnia, hogy eljusson a városi könyvtárhoz, és elhozza a kerékpárt. Ott állt a helyén, de még annál is jobban kifosztva, mint amikor Réni utoljára látta. Hiányzott róla a nyereg, a dinamó, a lámpa, a csomagtartó, a sárhányó, a macskaszem és a kormány mindkét gumimarkolata. A kerekek leeresztve, a szelepek eltűntek. Réni kinyitotta a zárat, és tett egy próbakört. Nyereg nélkül és lapos kerekekkel is egészen jól ment. Még szerencse, hogy Réni olyan könnyű, mindössze 30 kiló. Mielőtt végleg elkarikázott, megszámolta a vagyonát. 80 őre. Ebből még egy rósebnyire sem futja a McDonald's-nál. Föltaposta magát a Svevagenen, elérte a Kungsgatant, jobbra fordult és elhajtott a Hötorget mellett. Egy évszázada már annak, hogy itt ült, a hangversenyterem lépcsőjén, és levelet írt a gyermekek szigetére, meg az anyjának. Talán most is írnia kéne neki egy képeslapot, nehogy már halottként gyászolja. Már most csak az a kérdés, hogy Olga vajon kinyitott-e? Augusztus 11-én akarja újra megkezdeni a munkát. Hányadika lehet ma? Réni fölnézett az égre, kitisztult már, halvány volt és világos, mint szeptemberben. Akkor talán már szeptember van. Réni örült volna ennek, mert ha igaz, hogy szeptember van, akkor az iskola is rég megkezdődött már, anélkül, hogy észrevette, hogy a teste megérezte volna. Réni valahányszor beteg volt, otthon az ágyban fekve is, mindig érezte testében a csöngetéseket, az órák, illetve a szünetek kezdetét és végét, jól lehet 2 kilométer választotta el az iskolától. No és a tetejében még pont szeptember 9-e is volna, akkor ma 11 éves. Gratula, öreg, gratula! Mivel lepje meg magát? Egy mopeddal? Külföldi úttal? Egy sátorral? Ez az, egy sátorral! Egy igazi, bízhatlan és télire meleg béléssel is felszerelt hegymászó sátorral, ami a legrohadtabb viharokat is kibírja. Az ember fölverné a Palladium ház tetején, és amikor elindul a munkába, Olgához csak leszalad a lépcsőn. Hogy micsoda hatökör is ő, nemrég még 300 koronája volt, és egyszerűen föl se fogta, hogy sátrat kell vennie rajta. A tisztességes állás még édeskevés az élethez, lakni is kell valahol. Ám a szorgalmasan rója a betűket Olgánál, biztosan hamar megkeresi a sátorra valót, addig meg bizonyára megengedik neki, hogy a raktárban aludjon. A ház változatlan volt, változatlan az Oscar színház is, és odalent a vasúti sínek ugyanolyanok voltak, mint a nyári szünidő előtt. És ez bizony furcsa, a dolgoknak is változniuk kellene, a házaknak, a hidaknak épp úgy, mint az embereknek. Elvégre az idő múlik, az alma megérik. Nem úgy a lépcsők, az ablakok vagy a járdák. A Palladium háznak sajátságos, sötét szürke színe volt. Most gyakorlatilag ősszel már tűzvörösen vagy élénksárgán kellene virítania. Magával cipelte a kerékpárt a lépcsőházba, nehogy ellopják. Leállította, ő maga pedig beszállt a liftbe. Eszébe jutottak a régmúlt idők, amikor az angyalokról gondolkodott, néhány hete még csillogó angyalként látta magát, aki felszökken a levegőbe, ott gyorsan kibontja a szárnyait, és felsuhan a műteremhez. Jó, hogy túl van már az ilyen gyerekségeken, de azért nem állta meg, hogy az egyik lapockáját futólag meg ne tapogassa. Sosem lehet tudni. Zökkenve megállt a lift. Itt sem változott semmi. A lépcsőháznak ugyanolyan szaga volt, mint utoljára, és a liftajtó is épp oly nehezen nyílott. De megálljunk csak! Mi ez az új tábla itt, Olga néni ajtaján? Kis, négyszögletes tábla, rajta fekete betűk mindjárt az ajtókilincs mellett. Réni lehajolt, hogy elolvassa. Stockholm, 3. kerületi, végrehajtója. Végrehajtó? Itt nyitott irodát, vagy beköltözött Olga néni műtermébe albérlőnek? Réni megrázta a kilincset. Az ajtó zárva volt. Sehogy sem értette. A nyári szünet nyilvánvalóan véget ért, mert a 8.-11-ig szabadság miatt zárva feliratú tábla eltűnt az ajtóról. Most meg viszont ennek az átkozott végrehajtónak a táblája van kiszögezve. Ráadásul a szarházi nincs is itthon, és így nem tud válaszolni Réni hozzá intézendő kérdéseire. De hol van Olga néni? Lehet, hogy közelebb helyezte a műtermét a temetőhöz? Réni lement a lépcsőn.
Gondolkodni nem tudott. Agya egyszerűen felmondta a szolgálatot. Kiürült. Nem volt benne semmi, se fehér, se fekete, se szürke. Ilyen lehet, amikor az ember meghal, üres. Ám a test még működött, a test kivitte a kerékpárt a kapuajból, átszaladt az utca másik oldalára a forgalomban, és felment a járdára a pornóüzlet előtt. Ott a test felült a kerékpár nem létező nyergébe. Au! Majd gyorsan fölegyenesedett, és állva kezdte taposni a pedált. A test egyenesen a Nóra Bántorger felé vitte Rénit, átvágott a téren, a túloldalon bekanyarodott egy utcába, és megállt Helené háza előtt. Aztán a test bement, és csöngetett. Ha valakinek, akkor Helenének aztán otthon kell lennie, ha csak valaki puszta rendességből meg nem ölte közben. De senki sem nyitott ajtót. Így hát Réni ismét felkerekedett. Tudott egy ponyva és sátorüzletet a Szent Erikszplánon, elkarikázhatna oda, hogy megnézze az árakat. Esetleg kikereshetné Olga néni címét a telefonkönyvben, ha nem találja, majd más módon szerez pénzt, és ha eladná a kerékpárt, ahhoz előbb fel kellene szerelni nyereggel, mi egymással. Ám az éjszaka sötétjében ez nem lesz nehéz. Ha te lopsz tőlem, akkor én is lopok tőled. A terheket meg kell osztani valahogyan. Elért a sátorüzlethez. Ebédszünet miatt zárva. Addig elmehet a metróállomásnál lévő bódéhoz, és vásárolhat valamit a 80 őréjéért. Banára nem futotta belőle, vett egy doboz pasztillát torokfájás ellen. Aztán vissza a sátorüzlethez, még mindig nem nyitott ki. Valamit most már csinálnia kell, mert lassacskán elviselhetetlenné válik, hogy tétlenül bámészkodik egy kirakat előtt, ahol az üveg tükröződése miatt amúgy sem lát semmit. Legfőjebb egy darabka műmohát, egy kötek sátorcöveket, meg egy csomó műanyag kacsát. Talán a nyomába kellene szegődni valakinek, puszta szórakozásból, hogy teljen az idő. Réni némelykor eljátszadozott ezzel. Kiválasztott valakit, a nyomába szegődött, és árnyékként követte. Némi izgalmat vitt ezzel az életébe. Azon kívül edzésnek sem rossz. Réni fejében megfordult már, hogy idővel magándetektív irodát nyit majd. Lecövekelt a Szent Eriksflán egyik átkelő helyénél. Aki ötödiknek jön át a túloldalról, azt fogja követni. A lámpa zöldre váltott, de csak négyen jöttek át. Egy néni, aki két ikergyereket tolt egy gyerekkocsiban, egynek, kettőnek vagy egynek se számolja őket. A két öreganyó, meg az SAS egy légikapitánya, négy aranysávval a kabátúján. A lámpa vörösre ugrott. Réninek viszkerett a talpa, de rákényszerítette magát, hogy megvárja a következő zöldet. Most egy egész csapat indult meg a túloldalról, bizonyára beérkezett egy autóbusz. Ki az ötödik? Megvan, egy férfi, úgy 20 és 40 körül. Réni már is ráakaszkodott. A férfi, vagy lehet, hogy fiatalember, a sátorüzlethez ment, megállt a kirakat előtt, előre csücsörítette a száját, és bekapott egy csipet bagót. Aztán megfordult, és elindult, visszafelé, újra átment a zebrán, a Szent Erikszplán túlsó árnyékos oldalára, ahonnan jött. Aztán hirtelen leszaladt egy lépcsőn, amely fölött a squash feliratú tábla állt. Réni utána, nyakát a szokásosnál is jobban a válla közé húzva. A lépcső lejárat kis csarnokba torkolt. Balra állvány, rajta teniszítők, meg egy hűsítőket árusító automata. Innen hosszú folyosó vezetett hátrafelé. A fiatal pasas, akit Réni követett, most a teniszütős állvány mögött bukkant fel, és hátulról megcsiklandozott egy ott álló leányt. A lány most eltűnt, és helyét a fiatalember foglalta el. A teniszütőket kezdte szortírozni, egy koronásokat számolgatott, melyek egy papírdobozban hevertek. A helyzet kezdett világossá válni. A férfi, vagy lehet, hogy fiatalember itt dolgozik, ám valami homályos még. Miért kelt át a Szent Erikszplánon, miért állt meg a kirakat előtt, hogy ott a szájába rakjon egy csipet bagót, és miért tette meg aztán ugyanezt az utat visszafelé? Réni úgy vélte, megtalálta a választ. A pasas tett egy déli sétát. Egy magándetektív ne legyen túlságosan gyanakó. Egy magándetektívnek tudnia kell, hogy az emberek látszólag furán viselkednek. Minden esetre ez a helyiség itt nagyon úgy néz ki, mint a titkos ügynökök titkos edzőterme lenne. A balkész felé nyíló folyosón egy sor ajtó.
Réni elindult a folyosón, és elolvasta, mi áll az ajtókon. Zuhanyozó, urak, csak a személyzet részére. Jobb kéz felül a folyosót nem határolt a fal, 7-8 teniszpálya féle térségre lehetett lelátni innen, olyanok voltak, akár a nyitott fedelű fehér tortás dobozok. Az első pályán két fehér nadrágos férfi játszott. Csupasz felsőtestüket sűrű szőrzet borította, tipikus titkos ügynökök. A második pályán két felkendős nő, akik minden labdánál, amit megütöttek, úgy üvöltöttek, mint az iszabbirkózók. Aztán az egyik rálépett véletlenül a másik lábára. Zihálva, ellenséges tekintettel méregették egymást. A két nő nem titkos ügynök, inkább fedezékül szolgálnak az itt folyó üzelmeknek. De hol vannak a kínaiak? Kínaiakat Réni az utolsó pályán sem fedezett fel, csupán két hindut. Ezek is csak a boltot fedezik, a hinduk sosem értettek sem a kínzáshoz, sem pedig a kémkedéshez. A férfi, akit Réni követett, most egyenesen feléje tart a folyosón, a hétszentségit. Menekülésre nem volt mód. A férfi egy halom összegöngyölt töröl között vitt a karján, amikor Rénihez ért, megállt. Köszöntelek, mondta neki. Aztán elnyomakodott mellette, és leszaladt egy lépcsőn balra. 51. fejezet. Amikor Réni felnyitotta a szemét, egy fehér szobában feküdt. Fehérek a falak, fehér a mennyezet. Az ágya végében egy sátrat látott, úgy nézett ki, mint ahogy lepedő feszítettek volna az ágya fölé. Fehér volt a dunyha is, ami egészen az álláig ért. A fehéren kívül Réni még egy szint látott a szobában, a rozsdamentes acélét. Fénylő gombok, fénylő rudak, fénylő felületeken a fehér szín tükröződése, ollók. Réni behunyta a szemét. Mit csináltak vele? Kezét végig siklatta a hasán. Kötés, tapaszok. De jó, levágták róla az egész vackot, a kínaiak lenyírbálták azt a gyalázatos micsodát a lába közül. Nem akarják, hogy felnőjön. Néhány milliárddal már úgyis többen vagyunk a kelleténél. Jó, akkor ő alhat nyugodtan. Szép álma volt. Az anyja állt az ágya mellett, pont úgy, mint valami kórházban. Frissnek látszott és vidámnak, mint aki örül, hogy végre megtörtént a dolog. A háta mögül most egy gyerek bújt elő, egy kislány, akit Réni eddig sosem látott. 3 vagy 6 éves lehetett, és az anyja kezébe kapaszkodott. Ez itt a húgod, Réni, mondta az anyja. A kislány most elengedte az anyja kezét, fölmászott az ágyra, ráült Réni hasára, és rugdalózni, ficánkolni kezdett rajta. Réni üvöltött fájdalmában. Aztán pedig azt mondta neki a gonosz húgocskája. A válasz így hangzik, miről akarsz lemondani? És tovább dögönyözte, hol a fenekével, hol a térdével, vagy felállt és ugrált rajta, mint a Réni hasa trambulin volna, és minden ugrásnál ezt énekelte. A válasz így hangzik, miről akarsz lemondani? Réni jajongva felébredt. Az oldalára fordult, és érezte, hánynia kell. Valaki egy lapos, fényes tálat tett a párnájára. Nagy nehezen felkönyökölt, öklendezett, néhány sárga szál jött ki belőle. Egy kéz megtörölte a száját papírszalvétával. Réni felpillantott. Az anyja volt. Az igazi, valóságos anyja. Hello, mondta Réni. Most már ébren vagy? A szobában lassan minden visszakerült a helyére. Az ablakok elröppentek Rénitől vissza a keretükbe, a neoncsövek nem kavarogtak többé a szeme előtt, hanem nyugodtan égtek a mennyezeten. Az ágya végében felállított sátor nem himbálózott többé akár egy teve. Egy teve, amely tévedésből beszaladt a beduinok sátrába. Tudom, hogy megoperáltak, mondta Réni, és megfogta az anyja kezét. Az anyja hasa csupán fél méternyire volt az arcától. Van benne valami? Gyanúsan gömbölydednek látszott. Ez a szar, Stig, ez a szemét alak. Talán csak nincs valami az anyja hasában Stigtől. Stig hol van? Stig miatt ne bánkódj, Réni. Elment a sínai félszigetre. Behívták és megkérdezték, nem akar-e újra szolgálatba lépni, mint ENSZ katona, és ő vállalta. Már el is utazott. De megígérte, hogy ír egy lapot külön a te címedre. Nem, az anyja nem terhes. Látni ezt, ahogy megfordul, hogy az éjjeli szekrényről elvegyen egy pohár narancslevet. Csak a régi hasa ez, a megszokott, de rég öreg has. Mialatt Réni egy vastag, hajlított szívószálon át, a papírpohárból magába szívattyúzta a narancslevet, ezt gondolta.
Pontosan tudom én, hogy kerültem ide, a Dunderidik kórházba. Még ott a játékteremben egyszerre csak roppant furán érezte magát. Elfeketedett előtte a világ, ott a folyosón összeesett. Elájult. Összecsuklott. Tény, hogy egy kövér ember szedte össze a földről, bevitték egy öltözőbe, és hoztak neki egy pohár vizet. Idő múltán ismét talpra állították, megint összeesett. Erre hívták a mentőket. Míg a mentőkre várakoztak, Réni mindvégig éber maradt, és egészen jól érezte magát. Talán egy-két órát várakozhattak így. Akkor megérkezett a mentőkocsi, de nem Stig vezette. Amikor Réni megpillantotta a két teljesen ismeretlen mentőst, akkor végre ismét elmert ájulni. A kórházban aztán össze-vissza tapogatták, kikérdezték, egy tűvel beledöftek az ujjába, és különféle szobákba hurcolták egy hordágyon. Majd elkezdtek telefonálgatni, hogy megtalálják az anyját. Kivették a vakbeledet. Réni bólintott. Emlékezett rá, hogy a kórházban hányt és fájt a hasa, olyan volt, mint a kőgolyókkal volna tele. Már hetek óta nem szart. De teljesen nyugodt lehetsz. Kiderült, hogy nem volt gyulladás. Makk egészséges volt a vakbeled. Ezt Réni nem egészen értette. Ismét a lába közé nyúlt, talán hazudtak az anyjának, és mégiscsak levágták a farkát. Hogy néz ki egy vakbél? Nem olyan, mint egy pirinyó, petyhűt pöcs? Réni, szólalt meg ismét az anyja, és leült az ágy szélére. Úgy örülök, hogy megint együtt vagyunk. Akkor mi bajom volt, ha nem a vak velem? Most ne törd ezen a fejedet, te bátor kicsi fiam. Nem sokára otthon leszel. Most már lassan a többi gyerek is mind befut. Mike, meg az a Harald is, akivel folyton repülőgépeket építtek. Hát még nem kezdődött el az iskola? Az iskola? Dehogy kezdődött. Azt tudtuk mindnyájan, hogy mire az iskola elkezdődik, te megint előkerülsz. Ha meg is léptél hazúról, Réni, egy jó tulajdonságodban én sohasem kételkedtem, a kötelességtudatodban. Az iskola évet nem mulaszthatod el. Cirógatta Réni homlokát. Csodálatos érzés volt. Az anyám keze, gondolta Réni. Az anyámé, aki egyedül az én anyám, más senkié. Éppen most beszéltem az orvossal. Azt mondta, hogy kicsi és halvány vakbeled volt, de azért mégsem árt, hogy megszabadultál tőle, így aztán később már nem okozhat bajt. Mondtam valamit, miközben altattak? Nem, semmit. Egyetlen szót sem? Várj csak, de igen, az intenzív szobában, valami olyasmit, hogy már csak 25 év, és ne több rengezen, biztosan álmodtál valamit. És Stig, meddig marad a sínai főszigeten? 6 hónapig. Réni az anyjára nézett. Boldognak látszott, meg ugyanakkor szomorúnak is. Az arcán könny csordult végig, de a szája nevetett. Nem feszülten, hanem nyíltan és telten, készen arra, hogy a következő pillanatban kirobbanjon belőle a nevetése. De aztán erőt vett magán, elvégre kórházban dolgozik ő is, és tudta jól, hogy nem lehet egy frissen operált betegre csak úgy ránevetni, még egy csomó bacillust prüsszenthetne rá. Hirtelen nyílt a széles fehér ajtó, és egy fehérbe öltözött néni felsőteste hajolt be rajta. Vizit, mondta. Az anyja előre hajolt, arcát Réni homlokához sémította, fokhagyma szaga volt. Egy kicsit most kimegyek, míg lezajlik a vizit. Vizi? Mi a csuda az? Semmiség, csak felelned kell arra, amit az orvos kérdezni fog tőled. Tisztán és értelmesen. Tudom, hogy ezt nyugodtan rád bízhatom, Réni. És mikor jössz vissza? A legrövidebb időn belül. Addig is. Szia! Réninek soká kellett várakoznia egyedül, míg elértek a szobájába. Sok ügyet nem vetett rájuk, mert fáradt volt, és nem is kérdeztek tőle semmit. Megtapogatták, papírok közt lapozgattak, valamit egymás között megektek. Egyszer mégiscsak mondtak neki valamit. Egy fehér ruhás tag, az orvos, akit Réni még sosem látott, így szólt. Hát, itt a mi kis asztronautánk. Aztán kisiklottak az ajtón, gyorsan, egyszerre, akár a Luca napi kísértet. Mire gondolt az orvos? Űrutas? Ő? Talán mégis fecsegett valamit ajtatás közben? Visszasúrant az anyja, lábujjhegyen, egy zacskó banánnal. De nem Réninek hozta, hanem saját magának. Milyen szerencsés! Réninek semmit sem szabad ennie, míg ilyen friss a vágás alsán. Kapsz majd egy új kerékpárt, mondta az anyja. Réni válaszképpen bólintott, bár nem nagy kedve volt kerékpározni, de nem akart csalódást okozni az anyjának. Olyan fáradtnak látszott, elgyötörtnek és kimerültnek,
mint ha egész éjjel dolgozott volna. Vajon másnap van-e már? Lehúnyta a szemét, feje a párnába süppett. Rettentően jó volt, akár halandjos fürdőbe ereszkedne. Astronauta? Eljárhatott a szája, valamit locsoghatott nekik a repülésről. Mi lesz az astronautákból, ha meghalnak? Angyalokká változnak ők is? Réni aludni szeretett volna, de félt, hogyha elalszik, elszomorítja az anyját. Hosszú küzdelem után végre sikerült felemelnie súlyos szempilláit. Az anyja ott ült mellette a széken, és aludt. Egy kicsit horkolt, a banán majdnem lecsúszott az öléből. Az anyja, az az édes, szemét anyja, aki olyan hülye ízléssel tudja kiválogatni magának a bácsikat. De most elég, Réni most már aludni akar. Tegyetek engem egy üvegbe, mint egy vakbelet, öntsetek rám alkoholt, és... Nem, altassatok el inkább, és hagyjatok aludni, addig alhassam, amíg csak tudok. De ne felejtsetek el felébreszteni 1999 szilveszter éjszakáján, hogy a rakétáimat összeszerelhessem, és tűzijátékkal közöntessem a 2000. esztendőt. Réni elaludt. Szempillái mögött tarka szalagok röpködtek, világos kékek, borvörösek, lilák, kéksárgák. Messze-messze, ahol folyik a Volga, a túlsó parton találkozunk, Olga.